következik majd, és közben Rea Olimpiu első, vagyis kötél gyakorlatának a pontszáma, illetve a csapat teljes pontszáma 17,5, majd a csapatversenyről egy kicsit bővebben, és ezzel a hölgy nincsen az első 10 között egyelőre. Ezek a lábbal pattintások szintén művészi zsűri értékelése alá esnek. Mindenféle más testrészsel kezelés, ezért is plusz egy tizedet kaphat a versenyző minden olyan elemért, ahol nem a kezét vagy a karját használja arra, hogy kéziszerrel dolgozzon. A hátul lábkihúzás, ez is az egyik tipikus hajlékonysági elem. A labda gyakorlatokban a kötelező, a hajlékonysági elem a négy testtechnika közül. Ennek kell 50%-ban szerepelnie az elemek között. Nem sokat lehet elmondani a lányokról, akiket itt a B csoportban látunk, majd a magyar lányokról, és nem is olyan nagyon sokára jön Mészáros Zsófi, mert hogy hát említettem, hogy a B csoportban nem a világ élvonalába tartozók szerepelnek, úgyhogy egyelőre még nem láthatjuk a világsztárokat, majd csak holnap. Például ezért a lábbal felrúgásért 2/10 jár a művészi zsűritől. Két kritériumnak is megfelel, az első az, hogy lábbal kezeli a labdát, a versenyző, a másik pedig, hogy látótéren kívül, hát a mögül dobta fel, ezért jár a 2/10 plusz. Természetesen csak akkor, hogyha sikeresen hajtotta végre az elemet. Olyan nagyon régóta engedélyezik, egy időben nagyon-nagyon szigorúak voltak a vezetők azt illetően, hogy valaki milyen dressben jelenik meg, most már aztán mindent lehet a kezes lábastól kezdve a kis szoknyáig, úgyhogy úgy tűnik, hogy itt is új szelek fújnak a gyakorlatos gimnasztikában. Igen, hát megpróbálják egyre látványosabbá tenni ezt a sportágat is, és ehhez jár, tényleg régen tiltották a szimbolikus színeket is, tehát arany, ezüst és bronz színű dresszeket nem is lehetett használni egyáltalán, de most már mindenféle csillogó anyagot használhatnak versenyzők. Közben láthattuk a két pontszámot is, az előző két gyakorlat pontszámát. Egyelőre nyilván a csapatverseny, mert ugye az egyéni csapatversenyben is itt kapják a lányok a pontokat, tehát egyelőre a csapatversenyben nyilván csak egy-egy hölgynek a pontszáma van benne, aztán majd jön a csapat többi tagja is. Az azonos nemzetbeliek alkothatnak természetesen egy csapatot. Ez egy nagyon lendületes zene. És az a furcsa ebben, hogy a zogány gyakorlatnál az egyensúly elemek a kötelezőek, tehát pontosan az egyensúly az, ami kevésbé dinamikus, tehát hosszabb időt kell ott egy lábon, például ez egy egyensúlyozás elem, így ilyen pörgős zenét kevésbé tud kifejezni mozgással. Picit a szertechnika egy kicsit pontatlan, a zogányt túl mereven fogja a versenyző.
sokkal több szertechnikát is végre lehetett volna hajtani az elemek közben. Pedig Észtországból érkezett. Érdekes, hogy attól, hogy fölbomlott a Szovjetunió, attól nem minden tagállam került oda a világ élvonalába, nem művészi tornában sem. Igen, főleg Ukrajna, Fehér Oroszország és Oroszország, ahol a világ élvonalában tartozó versenyzők. Ez. Egy kötél gyakorlat ismét, egy még számunkra kedves. Még hozzám Mészáros Zsófia. Így van. Zsófi nagyon izgul, mivel ez az első nagy világversenye. Az országos bajnokságon és az előző nemzetközi versenyeken nagyon szépen szerepelt. Itt egy kis hiba becsúszott. Kicsit indiszponált. Fogja méltányolni a zsűri, hogy csomót kötött a kötélre. Ez egy nagyon érdekes elkapás lett volna. A végén egy picit előbbre dobta Zsófi, mint ahogy kellett volna. Ez egy szintén lábbal elkapás lett volna. Nagy szerencse, hogy most úgy érkezett a kötél, hogy még rá tudta tenni a lábát. És így nem vont le neki a zsűri szer nélküli befejezésért. A gyakorlat elején elég sok kiengedést elrontott, ez biztos, hogy annak köszönhető, hogy nagyon izgul. Ez számára szokatlan, hogy ilyen nagy versenyen indul. Ő juniorkorú még? Nem, ő most lépett át a juniorból a felnőtt mezőnybe, és ilyenkor a legnehezebb. Bár mondjuk nemzetközi versenyeken szerzett rutinja van, de azért az első világverseny az mindig sokkal nagyobb tét egy versenyző számára. Érfalvi Nóra? Igen, ő Érfalvi Nóra az edzője. Okosan, nyugodtan. Hát igen, az kellett volna. De hát ez még ilyenkor megbocsátható. Majd a következő gyakorlatnál már biztosan jobban tud koncentrálni. Kezdeti izgalom elmúlik. Maria Filipova pontszáma 18,5, az észtek csapatot is indítottak, úgyhogy itt láthatjuk, hogy a csapat pontszámban is nyilván ugyanennyit kapnak, 22. helyen állnak ezzel. Az előbb a svájci kislány pontszámát láthattuk, mivel a svájciaknál nincsen csapat, ezért nyilván ott a csapatnak értelemszerűen nulla pont jár. Ketevan Bakuradze Grúziából érkezett. Igen, hát most az első 20 másodpercből is megállapítható, hogy ez a kislány testtechnikailag egy picit kiemelkedik az eddig látott versenyzők közül. Bár most ez az elem nem volt tökéletes, hiszen a lábát nem nyitotta ki 180 fokra, de a testtechnikai adottságai azok nagyon jók.
egy nagyon érdekes elkapás volt. Nagyon sok művészi eleme volt, amit majd a zsűri biztosan értékelni is fog. Érdekes a dressze, néhány évvel ezelőtt ez bizony nem engedhette meg magának, szigorúan tiltották a bármilyen csillogó anyagot. Kiforratlan még egy kicsit, nem? Igen, ezen az elemen is látszódott, hogy nem nyitotta ki eléggé a lábát, és nem zárta be pontosan. Tehát neki abban kell majd még fejlődnie, hogy az elemeket precízebben, pontosabban mutassa be, hiszen az adottságai nagyon jók. És a feltörekvő ifjú versenyzők közül gondolom, még nem láttuk őt. Nagyon szép, 3 egész kozákforgás, és ebből még egyensúlyozás, ez egy nagyon nehéz kombináció. Plusz lépés nélküliségért is jár ilyenkor a művészi zsűritől. Plusz pont. Kicsit az ugrásai szűkek, tehát nagyobb amplitúdóval kell ezeket végrehajtani. Igen, úgy látszik, hogy neki különleges érzéke van a forgásokhoz, amit ki is használja. Most itt a második kombinációban, és itt is láthattuk, hogy nagyon szépen, most szer nélküli, zene nélküli befejezés, igen, az utolsó pillanatban elrontani. Kicsit könnyelmű volt, nem figyelt oda végig. Láthatjuk ezt a 3 egész kozák forgást. Igen. Kicsúszott a lába közül. Utolsó pillanatban pedig tényleg úgy tűnt, hogy megvan. Nagyon sokszor előfordul a versenyzőkkel, hogy már az egész gyakorlatot megcsinálták, és az utolsó másodperc úgy tűnik, hogy teljesen jól jön a levegőből a labda.